bivaj erős csoportba került a Rábaeto futszál csapata a futszál bajnokok ligájának elitkörében. A futszában kevésbé járatosak számára mondjuk ez olyan, mintha futballban a Reállal, a Barcelonával vagy a Bayern Münchennel csapnának össze a győriek. Hát úgy gondolom, hogy egy igaz ünnepe lehet a futszalnak. Remélem, hogy jól fogunk szórakozni, és jól fog szerepelni az Eto csapata is, meg fog állni helyét ebben a nemes küzdelemben. Kívánom mindenkinek balesetmentes és sérülésmentes játékot, és remélem, hogy a fair play és szelleme fog uralkodni a torna során. A cseh bajnok Rudim nagyjából azonos játékerőt képvisel, mint az Eto. Brazil edzőjük bizakodva tekint a mérkőzések elé. De Tinho azt mondta, megtiszteltetés ebbe a kvartettbe tartozni, és mindent megtesznek majd a sikeres szereplés érdekében. A csoport két favoritja az orosz és a kazah bajnok. Utóbbi most 21-re verte edzőmeccsen a magyar bajnokság második helyén álló haladást. Az aktuális BL címvédő kazahok edzője a brazil kakaó nehéz első mérkőzést vár, hiszen az orosz bajnok ellen kezdik meg a szereplés. Mint mondta, nehéz jósolgatni, nüanszok számíthatnak. Kaká, a szintén brazil edző, az övéit méltatta. Az orosz bajnokság erőssége miatt hétről hétre jól kell játszaniuk, a BL tétje azért mégiscsak más. Jordiia vagyok, a Rajtó vezetőedző, és most leszem spanyol. Jordi La Soli szerint fantasztikus élmény vár a játékosokra és a szurkolókra egyaránt, illetve hatalmas öröm számára, hogy ilyen kvalitású csapatok ellen küldheti pályára fiait. El kell majd a biztatás. Az Eto ma este 7-től kezd, majd szerdán és pénteken folytatja BL szereplését.